Meghalt az elmúlt évek legrettegettebb terrorista vezére, az iszlám államfeje Abu Bakr al-Baghdadi. Rejtek helyére a szír-török határ közelében mértek csapást az Egyesült Államok különleges erői. Élve akarták elfogni, de amikor a kommandósok sarokba szorították, a dzsihadista férfi gyerekeivel együtt felrobbantotta magát. Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is megerősítette, hogy halott a terrorista. Moszkva viszont kételkedik az iszlám állam vezérének halálában. Vasárnapra víradóra légi csapások rázták meg a török határtól alig néhány kilométerre fekvő szíriai Barisát. A bombázásokat lefilmező helyiek valószínűleg nem is sejtették, milyen hatalmas jelentőségű akcióról van szó. Az amerikai hadsereg ugyanis az iszlám állam vezetőjének, Abu Bakr al-Baghdadinak a búvóhelyére mért csapást. A vadászgépek porig rombolták az épületet, csak törmelékek maradtak a helyén. A bombázások szünetében azonban az amerikai különleges erők leszállt és behatoltak az épületbe. Több fegyveres lelőttek, néhányat elfogtak. Baghdadi három fiatal gyermekével megpróbált elmenekülni a helyszínről, egy rejtett alagúton keresztül. Az amerikai katonák harci kutyákkal azonban üldözőbe vették, és a járat végén sarokba szorították őt. A terrorista vezér ekkor működésbe léptette robbanó mellényét, a detonációban ő és a vele levő gyerekek meghaltak. Abu Bakr al-Baghdadi. Az amerikai elnök hivatalosan is megerősítette Baghdadi halálát. Elmondta, hogy a különleges erők DNS vizsgálattal azonosították a terrorista vezért. A gonosztevő, aki annyira igyekezett megfélemlíteni másokat, utolsó pillanatait teljes félelemben és pánikban töltötte, rettegve a közeledő amerikai erőktől. A küldetés sikere után nagyjából 2 órát töltöttünk a létesítményben, nagyon érzékeny anyagokat és információkat gyűjtöttünk az iszlám állam eredetéről, jövőbeni terveiről. Baghdadi halála bizonyítja, hogy Amerika fáradhatatlanul üldözi a terrorista vezéreket, jelentette ki Donald Trump. Hozzátette, hogy a terrorista vezért már hetek óta megfigyelés alatt tartották, és azt gyanították, hogy az iszlám állam újraélesztésén dolgozik. Abu Bakr al-Baghdadi, vagy valódi nevén Ibrahim Awad al-Badr évek óta kiemelt célpontként szerepelt az amerikai titkos szolgálatok listáján. Az Egyesült Államok 25 millió dollár, átszámítva több mint 7 milliárd forint vérdíjat tűzött ki fejére. Baghdadi 2014-ben vált világszerte ismerté, amikor az iszlám állam vezetőjeként önkényesen kikiáltotta a kalifátust Moszulban. A dzsihadisták rohamosan terjeszkedtek, Irak és a polgárháborús Szíria jelentős részét elfoglalták, illetve más országokban is megvetették lábukat. A világ többi részén rendszeresen véres merényleteket követtek el. Egyes már működő terrorszervezetek, köztük a nigériai Boko Haram pedig hűségesködtett Baghdadinak, mint önjelölt kalifának. Az iszlám állam területei 2015-től azonban zsugorodni kezdtek, Irakban a kormányerők és az őket támogató félkatonai csoportok, Szíriában pedig főként a demokratikus erők nevű kurd-arab milícia szorította vissza a dzsihadistákat az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció segítségével. 2019 májusában végül az utolsó településüket is elvesztették a térségbe. Mindeközben Baghdadinak többször is halálhírét keltették. A terrorista vezér idén áprilisban azonban egy újabb videóban szerepelt, bizonyítva, hogy életben van. A felvételeken egy robbanó mellény is látható, szakértők szerint ez is arra utal, hogy öngyilkos merénylőként készült meghalni. Iraki és iráni tisztségviselők is megerősítették, hogy Baghdadi ezúttal tényleg meghalt. Oroszország azonban megkérdőjelezte az erről szóló híreket. Elemzők minden esetre úgy vélik, hogy az iszlám állam továbbra is jelentős fenyegetést fog jelenteni a világra. Az ilyen terrorszervezetek működésére nincs hatással a vezetőségük halála. Nem kétséges azonban, hogy ez a csoport bizonyos részeit is hátrányosan érinti. Donald Trumpnak pedig a siker fontos lehet a 2020-as elnökválasztás szempontjából. Magyarázta egy iszlamista szervezetekre szakosodott kutató. Iraki kormány és a szíriai demokratikus erők is attól tartanak, hogy a dzsihadisták merényletekkel torolhatják meg vezérük halálát. Irakban ezért állig felfegyverzett terrorelhárítókat vezényeltek az utcákra.